Sziasztok! A Kötni Jó blogot látjátok, és ebben a videóban az olasz kezdést szeretném megmutatni. Az olasz kezdést akkor alkalmazom, ezt a szemfelszedést akkor alkalmazom, amikor egy sima, egy fordítottal kezdem a mintát, például egy pulóver nyakát egy sima, egy fordítottal kötöm, fentről lefelé természetesen, vagy ha lentről felfelé haladva kötök, és a passzé az egy sima, egy fordított, abban az esetben ilyen kezdéssel, ami rugalmas, és úgy néz ki, mint a gyári vagy gépi kötés, ilyen kezdéssel csinálom a szemfelszedést, és kezdem a kötést. Így néz ki egy próbadarabon, és mutatom, hogy csinálom. Szükségem van a fonalra, és a kötőtűrön, amivel kötni fogok. Ebben az esetben egy tűre szedem fel a szemeket, hagyok egy akkora hosszúságú szálat, a szál véget, ezt a végét, kb. A dupláját annak, amit fel szeretnék szedni. 10 centit szeretnék, 10 centis darab lesz a kezdés, akkor egy 20 centis szálat hagyok. Kezdéshez csinálok egy ilyen hurkot, ez lesz az első felszedett szemem, tűre teszem. És ez az első szem, egy fordított szem lesz. Most következőképpen kezembe veszem a fonalat, próbálok itt képben maradni, és egy sima, egy fordítottat fogok felszedni, egy fordítottat felszedtem, most a következő szem egy sima szem lesz, amit a következő módon csinálok. Kövessétek, hova szúrom a tűt, nem fogom elmondani, mert belebonyolodok, és akkor nem azt csinálok, amit mondok, vagy amit beszélek. Na szóval, egy sima szemet csinálok, itt van, irányítom a tűt. És amint látjuk, ez egy sima szem. Jön a fordított. És amint látjuk, ez egy fordított szem. Megint sima. Sima. Fordított. Sima. Fordított. Próbálom lassan csinálni, nagyon bízom benne, hogy követni lehet a tű és a fonal mozgását. Fordítottat csinálok, és már gyorsabban fogom csinálni. Kis gyakorlat kell hozzá, de utána nagyon gyorsan megvan. Tényleg szerintem ez a leggyorsabb szemfelszedős módszer, és nekem ez nagyon gyorsnak tűnik. Odafigyelünk ugye, hogy egy sima, egy fordított, ez azt jelenti, hogy két szem, és mindig páros szemszámot szedjünk fel, különben nem fog kijönni az egy sima, egy fordított. Az elején vagy a végén, akkor két simát kapunk, vagy két fordítottat. Ehhez, ugye ha tudom, hogy fordított volt az első szem, akkor az utolsó, az egy sima szem kell legyen. És hogy ez a kötés, vagy a szemfelszedés ne csusszon szét, az utolsó szemet a következő úgy kötöm, úgy szedem fel, mint az általános szemfelszedésnél. Mit is csináltam? Bocsánat, kiléptem, vissza. Most meg is mutattam, mert csak akkor tudom megcsinálni, ha gyorsan csinálom. Még egyszer, előről. Ide szúrok. A nagy ujjam, ide szúrok be a tűbe. És ezt most már le is húzom. Meghúzom szorosabbra. Ez az utolsót azért csinálom így, hogy ne csusszon szét a szemfelszedésem. Szépen eligazítom, hogy ne forduljanak el, mert ugye tudnak azért a szemek ilyet is csinálni, erre odafigyelünk, hogy lent legyenek ezek a kis csomók. És az első sort
megkötjük az elsősort. Ez az utolsó szemet, amit felszedtem, ha rosszul követhető, amit csináltam, akkor ezt ugyanúgy megcsináljuk, mint az első szemet, hogy ide kötünk egy csomót, mint a felszedjük az utolsó szemet, az utolsó simát, és kötünk ide egy csomót, hogy ne csusszon szét az egész kötésünk. És az első sornál azt fogom csinálni, hogy az első szemem egy fordított, ezt a jobb tűre veszem, nem kötöm le. A következő szemem egy sima szem, amit le is kötök simán. Ismét egy fordított jön, a fordítottat nem fogom lekötni, hanem átemelem a bal tűről a jobb tűre lekötés nélkül, és a fonalat a munka előtt vezetem. A simát lekötöm simán. A fordítottat átemelem a jobb tűre. A simát. Nagyon, ugye most látjuk, hogy a simát hátsó szálból kötöm le, azaz a simát úgy kötöm le, hogy abból a szálból kötöm le, amely közelebb áll a jobb tűhöz. Most van ez a szál, meg ez a szál. Ha így ránézünk, akkor ez a szál van közelebb a jobb tűhöz, ezért ebből a szálból fogom lekötni a sima szemet. Simát lekötöm, a fordítottat csupán átemelem a jobb tűre lekötés nélkül, és a fonal a munka előtt van. Megfordítom a munkát, mert ugye oda-vissza sorokkal kötök, most nem körbekötésről van szó. Első szem fordított, jobb tűre veszem. A következő szem egy sima szem, amit le fogok kötni, és most első szálból fogom lekötni a sima szemet, ugye, mert amint látjuk, hogy ez a szál, ez az egyik szál, ez a másik szál, és ez a szál van közelebb a jobb tűhöz. Akkor ebből a szálból kötöm le. A fordítottat ugyanúgy leemelem, mint az előbb, bal tűről a jobb tűre, lekötés nélkül. És ugye, most fordítva vannak a sima szemek a tű, ez a szál van közelebb a jobb tűhöz, ezért ebből a szálból fogom lekötni, azaz előről kötöm le. És megvan az első két sor. Egyes esetekben ez már elég is, ezt egyénileg kell eldönteni, vagy ahogy a mintában, ha mintaleírás alapján kötünk, akkor ha oda van írva, hogy két sorral kezdjük, vagy négy sorral, hat sorral, akkor annyi sorral kezdjük, amennyit írnak. A kettő a minimum, két sort így, ahogy most én kötöttem, kötünk. Most négyet fogok kötni, és akkor megmutatom, hogy alakul ezután maga a minta. Harmadik sornál tartok, megfordultak a sima szemek, első szálból kötöm le, mint a második sorba is csináltam, ugyanazt csinál még, a simát lekötöm, a fordítottat nem. Odafigyelünk, hogy amikor a fordítottat a jobb tűre vesszük, akkor a fonal a munka előtt legyen. Fordítom a munkát, negyedik sornál tartok, fordítottat leemelem, simát lekötöm, fordítottat leemelem, simát lekötöm.
minél több ilyen sort kötünk, annál vastagabb vagy szélesebb lesz ez a kezdés az egyszer egyes patent, mint a széle, vagy nem is tudom, kezdősora. Ötödik sornál tartok, innentől kezdve minden szemet le fogok kötni, hát ugye a szélszemet azt leemeltem, egy simát kötök, és a fordítottat is lekötöm fordítottan. Sima, fordított, sima, fordított. Innentől kezdve kötjük az egy sima, egy fordítottat, úgy, ahogy szoktuk, hogy lekötjük a simát, simát, a fordítottat fordítottan. Sor. Minden szemét lekötöm a színén is, és a fonák oldalon is. És akkor így néz ki a kezdés. Egyformán néz ki mindkét oldalon. Nyakkivágásnál abszolút megállja a helyét, mert illik, pászol a mintához, jól néz ki, rugalmas. És szép. Használjátok egészségetekre. Ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy velem voltatok, köszönöm, hogy követitek a blogomat, az oldalaimat, és nézitek a videóimat. Sziasztok!